Szép jó reggel kívánok mindenkinek, hát akkor induljon ez a videó is. Szóval induljon ez a videó is egy ilyen akasztással. Így. Szolnokra fogunk menni. Hétfőn már jártam ott. Építkezésre kell menni, ez tök érdekes, mert építkezős fuvaroknál mindig az van, hogy az ember elmegy egyszer, aztán soha többet. És milyen furcsa, hogy nekem a héten meg még egyszer kell menni oda. Ilyen szigetelő anyagokat viszünk, úgyhogy abból ne sosem elég. Vagy hát ugye egy kamionnyi szigetelő anyag egy ilyen nagy csarnokra nem elég, úgyhogy viszünk még meg. Szerintem más is visz. Már úgy értve, hogy nem csak mi. Nekem van egy olyan érzésem, hogy folyamatosan hordják oda a kamionok. Na, összelökjük a szerelvényt. Kicsit megfuszkodjuk. Na. És akkor még fölemeljük, amennyire tudjuk, hogy a gólyalábat föl tudjam tekerni. Így, né. Tekerünk egy gólyalábat. Ja, azt megnézem, hogy itt bement a retesz meg minden, de az úgy nézem jó. Aztán tekergetünk egyet. Úgy általában mindegyik ilyen, de van egy-kettő, amivel úgy az ember szenved. Ja, várjatok, mert ezt nem oda kell rakni, hanem ide. Na. Visszaállítjuk a menetszintet. Jó van. A lámpák azok mennek. Úgy nézem. Kinyomjuk a pótkocsi féket, a pirosat. Így ilyen. Na, fények megvannak. Mindegyik villog, világít. Hajtó zárva, meg ilyenek. Na, belenéztem egyébként, nincs tele, mit tudom én, a harmadik rakoncánlók túl egy picivel. Na, aztán Szolnok, és akkor ott kipakolunk, és utána meg Bugyira megyünk. Alföldi táj. Itt vagyunk nem messze Szolnoktól. Szolnokra megyek egy ilyen építkezésre. Hétfőn már jártam itt, úgyhogy szigetelő anyagokat viszek. Hát majd kérdés, hogy milyen lesz ott a talaj, kicsit tartok tőle, mert hétfőn úgy voltam, hogy akkor még úgy fagy volt. Már mikor jöttem el, akkor ugye sütött a nap, és akkor már eléggé kezdett úgymond úgy felengedni a talaj, de még pont jól ki lehetett jönni. Hát most viszont már most plusz 2 fok volt, az éjszaka sem fagyott, legalábbis otthon Tatabányán nem. Hát reméljük, hogy nem merülünk majd nyakig a sárba. Bár van ott egy munkagép, ami majd leveszi a motyót, és az akár ki is tud húzni, de jobb lenne azért nem eljutni odáig, hogyan erre sor kerüljön. Nem tudom, elején mondtam, hogy az M4-es autóúton vagyunk. Ugye ez nem autópálya, ez egy autóút. Most itt ugye hétfőn voltam, és képzeljétek el, hogy ott a rakodógépes úriember
felismert így a videókból, úgyhogy úgy köszöntött, hogy Hornyák Csabi. Ez így jól esett, aztán kicsit dumálgattunk is. Akkor is mondta, úgy van, akkor kiránt engem a sárból, de hogy jók leszünk, mert össze is van fagyva, meg van nekik tömörítve azért a talaj, de mindegy, ha baj van, akkor kiúzott volna. Hát remélem, hogy most is ő lesz, mert így tök jó fej volt. És akkor, na igen, és akkor az apropó, hogy így lehet, hogy fog tudni készülni akkor a rakodásról is egy kis összeállítás. No, és lassan érkezünk, úgyhogy mi lemegyünk ide a 406-os főútra. Elhagyjuk ezt az M4-es autóutat. És akkor úgy megyünk be, hát nem teljesen Szolnokra, mert egy ilyen külterületen van az a gyár, ahol van egy az a fajta bizonyos építkezés, ahova mi visszük ezeket a szigetelő anyagokat. Tehát egy ilyen nagy csarnokot vagy raktárat, nem is tudom mit építenek. Úgyhogy hát tulajdonképpen annak a megépítésébe veszünk részt, mert hogy viszünk oda motyót. Tehát képzeljétek el, én a múlt héten, egész héten nem dolgoztam, mert már megint baj volt Renault-kával, aztán szervizbe volt. Hát dolgozhattam volna így mindig más autóval, de nem. Már azt megelőző pénteken is úgy volt, hogy egy ilyen nemzetközi Renault-ba ültem bele, ugye abba egy számmal nagyobba. Tehát reggel beleültem, este meg ki, és akkor hát én mondom, én nem fogom ezt itt csinálni naponta, úgyhogy akkor nem dolgozok. Kész. És most lépünk be, tiszteletem, Jász Nagykun, Szolnok vármegyébe. Igen, itt lehetne elmenni Abony felé a 4-es útra, de mi megyünk tovább. Megyünk tovább egyenesen. Eléggé szomorkás az idő. 2 fok van, talán azt már mondtam, de most a hétre már mondanak jobb időket, csak az a baj, hogy délutánra is esőt mond. Ezt mondom, azt még így a sár miatt szeretném, ha ez még kibírná legalább a rakodásig. Aztán felőlem utána eshet, mert jó, oké, ott bugyin is szét kell szedni a pótkocsit, ugye ahogy mutattam. Ezt ott szét lehet aztán a rakodás, maga a rakodás az meg úgyis ugye félig fedett helyen megy, tehát ott már nem kell lázni, vagy legfeljebb akkor, amikor hát a pótkocsit összerakom, de hát ott is már félig a fedett helyen rakom össze a pótkocsit, tehát tulajdonképpen a ponyvát kell úgymond szabad ég alatt megfeszíteni, meg a csatokat lezárni, aztán kész, igazából nem annyi esőt meg kibír az ember, ha ne adj Isten, addigra már esni fog. Aztán holnapra meg már ilyen 10 plusz fokokat is mond. Hát majd kiderül. Én nem bánnám, hogy jönne a tavasz, de hát ahhoz meg még korán van. Ugye? Február első napját írjuk. Itt van egy pihenő, meg ugye van a másik felén. Azt néztem ki a múltkor magamnak, hogy mert akkor még nem volt visszafele munkám, mondom, ha cégnél nem állhatok meg, akkor kijövök ide, itt megállok, aztán hogyha ellenkező irányba kell mennem mondjuk egy felrakóért, akkor ott vissza tudtam volna fordulni, hogyha innen elindulok, de aztán a cég előtt tudtam várakozni a múltkor. Itt jobbra, hát szerintem nem látni onnan abból a szögből, de ott már látni az iparterületet. Ugye itt átmegyünk a hídon. Ez egy ilyen vasúti felüljáró, igen, és ott az a kék. Ott látni egy magas irodatornyot, azt is mostanában építették, még nincs teljesen kész.
és akkor ott a távolban, majd mindjárt közelebb megyünk, ahhoz a raktárhoz visszük a szigetelőanyagot, az van ezzel szigetelve. Csak hát ugye előről kell így teljesen körbe bemenni a céghez, nem innen hátulról. Na itt már talán jobban látni, ott azt jobbra az a kék-sárga épület. Ja, és ott van a rakodógép, tök jó. Reméljük, hogy ugyanaz az úr van vele, aki a múltkor is. És azt nézem, hogy nincs benne kamion. Húha, van ott elég sok ilyen szigetelőanyag, úgyhogy biztos, hogy volt itt. Hétfő óta biztos, hogy volt itt más is, mert ott több kamionnyi gyűlt már ebből össze. Reméljük, hogy nincs is előtte másik autó, aki esetleg már ott, mit tudom én, már pont bement. Mert innen kintről azt láttuk, hogy nincs senki, úgyhogy yeah, az jó. Itt mi ki is csapatunk jobbra. Így, mi ugye a tranzitban mutatja, hogy kéne menni egyenesen, de mi nem. Mi itt van a iparterületre megyünk, ott volt a tábla is. Jaj, aztán majd még mesélek itt az autóról, mert aztán visszakaptam én egy hét után, képzeljétek el, és utána hétfőn már pont innen visszafele már mentem Biatorbágyra a Renaulthoz, megint, de ez most nem egy olyan hiba volt, tehát nem olyan dolog volt, hogy elromlott valami, hanem szerintem valami szoftverfrissítés is lehetett rajta, vagy nem tudom, de az a lényeg, hogy itt van ez a kapcsolópanel, ez abszolút nem működött, illetve ehhez kapcsolódó funkciók nem volt rendesen kipufogófék, diffizár, úgyhogy azért is itt izgultam, hogy hogy fogok kijönni. Ajtót nem lehetett nyitni, van ez a traction control, pótkocsi féket ugye lehet itten innen vezérelni, működtetni, vagy itt tesztelni. Szóval egy csomó minden nem működött. Úgyhogy, de ott annyi volt, hogy oda mentem, rádugták a diagnosztikai ezért műszert. Na itt megyünk be. És azt mondta ott a szerelő, hogy volt egy bug benne, úgyhogy tulajdonképpen nem látta az autó ezt a teljes kapcsolósort. Én ezt ki is vettem, mert majd megmutatom, hogy ezt egész egyszerűen ki lehet venni. Mondom, esetleg mondom, mikor csinálták az autót, nem dugták vissza ugye a vezetékeket rá, de az úgy, az rajta volt. Úgyhogy gondoltam, hogy esetleg akkor a másik vége nincs, de nem, szoftveres. Tehát már ilyen dolgok vannak, hogy egy komplett kapcsolósor szoftveresen ki be lehet kapcsolni. És hála Istennek tényleg csak egy ilyen probléma volt vele. Mondjuk ezzel is elcsesztem egy órát, mert azért valamennyit várakozni is kellett. De hát mindegy, az a lényeg, hogy meg lett csinálva. Na, ott van szembe egy másik Renault, hát én is ott álltam a múltkor, csak egy kicsit hátrább. Aztán, hát nem teljesen itt, hanem ott hátrább, szélesebb az út. Úgyhogy így is értünk. Na, Kop Kft. Ő nem messze van tőlünk. Ő is azt hiszem megyei, de lehet, hogy az már Fejér megyében van, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy ő is Komárom-Esztergom megye valahol ott Bicske térségében talán. Na. És itt a múltkor is ráfordultam, és a bácsi, az őrbácsi már szaladt elém, hogy jaj. Tehát ugye itt egyeztettünk, hogy én nem a céghez jöttem úgymond áruér, vagy hogy árut hoztam, mert ugye benn meg állnak kamionok, hanem az építkezésre. Úgyhogy reméljük, hogy most is be fog szépen engedni. Mert ha nem, akkor nagyot kell tolatnunk. Így. Üdvözlöm, én nem a céghez, ugye a céghez jöttem, de az építkezésre. Voltam hétfőn, és aztán azért szívetem anyagot? Jaj. Oké, egy nevet hadd kérjem. Bornyák Csaba. Oké. Megyek, jó? Köszi. Azért jövök így, hogy húha, azért van sár.
Jajjajjajj. Úristen, gyerekek. Ez így elég durva. Elég durvának néz ki. Hát mindegy, bejövünk, mert úgyis itt szedik le. Annyit. Húha, ott, jaj, és ott a másik kamion. Egy kicsit kiemelek, viszont így akkor nem megyek be. A fenében nincs. Nincs szerencsénk. Nincs szerencsénk. Na megkérdezzük akkor, hogy mi legyen. Akkor lemegyünk. Ki vagyok emelve. Beszéltem itt a kollégával, azt mondta, hogy kihúz, a másik autó meg vasat hozott. Hú, én már szerintem süllyedek. Nem, már megyünk. Nem vagyok valami jó egyébként ilyen terepgyakorlatokban, mert abban nincs tapasztalat. Jaj, mondjuk ezt visszatesszük ilyen manuálba, legalább ne váltogasson. Kiegyenesítjük, hogy akkor mi tudjunk, hát én nem tudom itt mi lesz. Na, én cserélek cipőt. Így mi? Mégse azt koszoljuk össze. Na, szétszedjük a pótkocsit. Nézni. Jajjajj, pont ez a pót. Itt tolad be a másik kamion is. Na, neki sincs eredmény, vagy irigylésre méltó helyzete. Na, ez meg itten nem akar kijönni, mert kicsit ez az. Ez is megvan. Hát ide kellett állni, itt igazából még tök jó fagyott. Látni, hogy fagyott, aztán ahogy úgy megyünk arra, csak próbálom úgy csinálni, hogy más ne látszódjon. Ott azért már eléggé olyan maszatos, ha szabad így foglalt, vagy mondani a talaj, ott meg már egészen izé van, problémás, úgyhogy hát majd, és ugye oda kell majd visszatolatni, hogy itt ki tudjunk menni, de majd valahogy lesz. Most már egyet kiszedtek. Majd itt ezt a részt így kiszedik, meg ezt, akkor áthúzom a ponyvát ide, és akkor utána majd már lehet kikapni az egészet. És ahogy mindig szedik ki, ahogy egy rakonca
ugye zárható lesz, akkor én oda már mindjárt teszem vissza a rakoncát, meg lécezek vissza. Úgyhogy most ezt kiszedik, akkor már ott egy rakoncát vissza tudok tenni, és tehetem vissza a récet. Csak kicsit kiabálni kell, mert itt dolgoznak. Elég gyorsan megvoltunk. Úgyhogy megyünk is a felrakóra. Így. Bedobjuk a vészvillogót, hogy lássák, hogy különleges műveletet hajtunk végre tolatás formájába, és most tolatunk, meg nem állunk. Ráhúzzuk az ablakokat, hogyha valaki üvölt, akkor meghalljuk. Az jó, mert bejött még egy kamion. Akkor hogy fogok kifordulni? Na jó. Maradj ott, barátom, mert jövök ki. Baszdmeg. Na, megjöttünk. Visszaállítjuk a menetszintet. Maradjál. Viszlát, minden jót! Na. Hát hétfőn ide visszatolattam, mert még itt kellett várnom, hogy lesz-e felrakó vagy sem. Aztán végül is az lett belőle, hogy menjek a szervizbe, amit ugye idefele mondtam hogy volt egy kis probléma a Renault-kával. Na, ide félreállok. Szerintem arra 5 percre, itt elrakosgatom a dolgaimat. Addig nem leszek itt útba senkinek. Így. Nyosanunk is tovább. Hát azt néztem én, hogy elmegyünk azon a... Ugye visszafele indulunk ezen a M4-esen, és akkor van egy ilyen... Én nagyon régen jártam arra még konténerrel. Ez a 405-ös út. Talán, és azon ott át lehet osonni az M5-ösre. Nem tudom, azóta remélem nem lett rajta tiltás. A navigáció nem arra tervez egyébként. Megnéztem, hát a Google meg arra tervezne, de ugye a Google az nem teherautó szinten tervez. Na mindegy, szóval átmegyünk oda, és akkor hát vagy a M5-ösön bemegyünk, oda gyál fele, és akkor ott a szervízutakon visszafele bugyinak, de az egy kis idézőjelbe kerülő, mert túl kell menni, viszont hát az a szabályos. De most néztem, hogy ha én meg ott a 405-ösön megyek tovább, akkor Dabas, és akkor úgy a régi 5-ös út, meg nézem, hogy mindenhol van rajta 20 tonnás súlykorlátozó tábla, azzal a kiegészítéssel, hogy kivéve célforgalom.
Hát... nem tudom, én bugyira megyek rakodni, az vajon elfogadható célforgalomnak? Most itt morog az emberke, és közben meg ment az irányjelzőre jobbra. Itt a Suzuki is, aki jött. Na, érdekes figurák vannak. Na mindegy, szóval majd még eldöntöm, hogy menjek, mire odaérünk. Mert nézem, hogy vannak ott az úton kamionok, meg vannak ott cégek, úgyhogy hát lehet, hogy elmegyek arra, hogy ne kelljen olyan nagy kört csinálni, aztán ha megfognak, akkor vagy elfogadják azt, hogy én célforgalomba mentem, mert egyébként bugyira megyek, most miért menjek egy jó nagy kört, hogy fölmegyek egészen a körgyűrűig, ugye? Úgyhogy mindegy, majd még addig megálmodom. Illetve reméljük, hogy nem álmodok, mert akkor az azt jelenti, hogy elaludtam, de nem csinálunk olyat. Na és akkor hát itt lehetne egyenesen bemenni Szolnokra, de mi nem megyünk be Szolnokra, hanem mi osonunk elfele. Na hát ennyit voltunk Szolnokon, itt a kis tábla, amit mutat. Ez ennyi. Na, úgyhogy ennyire, most remélem egy kicsit olyan érdekesebb volt így a rakodás, aztán ha még lesz valami, akkor jelentkezem. Na, közben ide értem a felrakóra. Azért nem lett videó, mert mindenki belecsörgött, mert keresett egyik kollégám, keresett a feleségem, úgyhogy így mindig félbe szakadt a videó. Meg ugye elment vele az idő, hogy beszéltem, de mindegy, eljöttem végül is ott, ahol célforgalomba lehet csak jönni 20 tonna felett. Nekem ez volt a célom, hogy ide érjek, szerintem jó voltam, ha meg nem, akkor is. Úgyhogy nem mentem föl egészen Budapestig, aztán onnan vissza. Végül is az volt odaírva, hogy kivéve célforgalom, hát én meg erre jöttem, itt nagyon aránytalanul nagy kerülő lett volna arra menni. Na és megint csörög a telefon. Ja, Istenem. Igen, tessék. Csuklom. Én vagyok az. Jó, ha csak hétvégén tudok beugrani érte, az nem probléma, ugye? Az úgy tök jó. Jó, ha megy, akkor megyek korábban, ha nem, akkor hétvégén. Oké, köszönöm. Viszont hallásra, csuklom. Na, ufotértből hívtak, mert másik szemüveget rendeltem. Nem romlott a szemem, csak ilyen... Hát mindig ugye van rajta valamilyen bevonat, és az nem tudom, hogy nekem belülről mindig elkezd foszlani így, mit tudom én, egy-másfél év után. Úgyhogy, és azt már úgy nem lehet letakarítani, mert nyilván az a probléma a bevonaton van, úgyhogy rendeltem egy másikat, aztán elkészült, majd be kell érte menni. Na, úgyhogy lesz szép új szemüvegem. Na, szóval úgy volt, hogy állandóan ugyanígy belecsörögtek a videóba, aztán végül is nem vettem fel azt a részt, de ideértem. Elmondtam, hogy arra jöttem, és már itt is ki vagyok ponyvázva, egy probléma van. Megkaptam már CMR-t és minden, mert megvan a cumó is, amit viszek. Csak hát itt vagyunk, mellettem állnak még hárman, meg ott annál az oldalrámpás, meg ott az oldalrámpánál ott áll még két, illetve most már egyik elment. Viszont az a probléma, hogy csak egy raktáros kolléga van, aki rakja a motyót, mert nem tudom, a többiekkel valami van, úgyhogy ez most így mondtak is, hogy hát egy kis türelem kell, hogy legyen, mert egy kolléga van, és az egy kolléga sem az, aki egyébként szokta rakni, akik már ott a srácok elég rutinosan szokták itt csinálni, úgyhogy most lassabban megy a buli. Hát az van, hogy legfeljebb akkor most itt meg fogok ebédelni. Meg szerintem ez most itt több órányi ebéd most itt bele fog férni a dologba, de
ki vagyok ponyvázva, úgyhogy az idő alatt sem áztam el, most már elkezd esni, akkor a rakodás az fedett helyen lesz. Még a ponyvát fedett helyen húzom vissza, hát majd legfeljebb, amíg ha kötni kell, akkor ugye azt is fedett helyen fogom megcsinálni. Úgyhogy a végén majd mit tudom én, amíg megfeszítem a ponyvát, meg lecsatolom az egészet, ott az oldalát, akkor maximum addig fogok elázni, de hát azt meg már ki lehet bírni. Ja. Na úgyhogy hát ebbe a videóba ennyi fért. Elköszönök, sziasztok!